Get ready. Marley az első oltásban mit jelentett, és emlékezel az első találkozásra? Szóval. Az, hogy pontosan melyik számot hallottam, arra nem emlékszem, de valószínű így még cicin voltam, amikor hallottam Bob Marley-t, ugyanis Akrába, Gánába óriási reggae tábor van. Nagyon sok reggae zenét hallgatnak az emberek, és hallgattak is. Köztük a bátyám, aki a legközelebbi ember, aki hozta ezeket a zenéket. Úgyhogy onnan is hallottam, de az első lemez, amit hallgattam önállóan, Bob Marley lemezt, az a Natty Dread lemez volt. Anyámnak volt meg Bakeliten, azt hiszem egy ilyen 70-valahányas kiadásban gyönyörű, szép, fekete, borítós lemez, amit én megtaláltam a kalandozós, lemezhallgatós időszakom kezdetén, kb. 11-12 évesen, és ez a Natty Dread lemez, ez a mai napig egyrészt a kedvencem, mert azt tényleg így ronyosra hallgattam, szerintem össze is karcoltam azt a lemezt rendesen, de most nem is tudom, hol van, valahol anyám dobozaiba. Remélem még megvan, mert az egy jó kis kincs egyébként. Hát az most már 30 éves. Legalább. Több. Nem néz ki annyira. Igen, nem. De én, és én nagyon szeretem így, tényleg így, rengeteg Bob Marley számnak a szövegét tudom, azon gondolkoztam most, hogy az lesz a baj, hogy így hallgatom, és nem tudom elkezdeni énekelni én is, mert rengeteg szövegét ismerem, és annyira egyszerű a szövege, viszont annyira mély a mondani valója. Én rögtön szerelmes lettem a szövegeibe, és sőt az első ilyen zenével kapcsolatos ambícióm az volt, hogy én vokalista szeretnék lenni az i3-vel. Ez volt az első. Aztán lettek más terveim, és aztán végül visszakanyolodtam a zenéhez, de az első ilyen zenei gondolat az az volt. Tehát neked a műfaj is nagyon bejött elsőre? A reggae vagy a Bob Marley nyomon? Bob Marley, leginkább. Igen, voltak mások, amiket hallgatunk, Peter Tosh, Lucky Dubé, ilyenek, amik, mondom, amit a bátyám hozott, ő nagyon mélyen reggae fan volt, és azokat csak így hallgattam kb. Az ő nyitott ajtójánál, de nem nagyon merültem egyikbe se bele, de Bob Marley-ba igen. De akkor tulajdonképpen... Ez vonzó volt számomra. Amit csinált, vagy maga a jelenség? Az egész. Az egész jelenség. Az ember, ahogy kinézett, amilyen a koncertfelvételeken, ahogy volt a színpadon, ez a tényleg mindig, mint hogy egy másik világban lett volna, és volt is, gondolom. De így, nézzek, van egy ilyen sugárzása valahogy, olyan egyszerűen adta elő ezeket a dolgokat, és mégis olyan hatalmas volt nekem mindegyik szám, és az is érdekelt, hogy miért ismeri mindenki, mert tényleg így a csapból is folyt Bob Marley, annyira alap, hogy a one love, one heart, mindenki tudja azt a szöveget, hát nincs olyan, aki nem tudná, és ez is tetszett rajta, hogy miért ismeri mindenki, miért ilyen könnyű szeretni tulajdonképpen, és aztán elkezdtem, nagyon sok Bob Marley lemezt végig hallgattam, nem mindegyik szám a kedvencem, de nem tudom, rengeteg Bob Marley-t szeretek. Kajáról mit kajolsz? Easy Skankin, az is egy csodálatos, Easy Skankin, easy. Hát így el tudok képzelni a táncokat, miközben nyomják a koncertet, az i3, egyszer láttam élőbe egyébként az i3-t, nem Bob Marley-t, Gánában volt egy ilyen Africa Unite koncert, arra is ilyen így mentünk el, mert ott volt Stephen Marley, Ziggy Marley, Steel Pulse lépett még fel, meg az i3, meg még valakik, és ez is a Bob Marley születésnapja február 4, azt hiszem, ha jól tudom, annak ilyen évfordulója volt, és egy hatalmas nagy koncert volt Gánában a Trade Fair Center, nem emlékszem, melyik évben voltunk, így nem tudom, 2004-5 valami, nem tudom, már rég volt, és az is
több tízezer ember összegyűlt Akrába, ezt így megünnep. Minden évben van ez az Africa Unite, ahol tényleg Bob Marley körül és az ő zeneisége és az ő családja tulajdonképpen adnak elő Bob Marley-kat tulajdonképpen, és nagyon-nagyon sok ember elmegy minden évben erre. Ő egy afrikai identitásnak a hőse? Igen, hiszen ő is... nem tudom, hogy hívője volt-e, vagy hogy mondjam, a panafrikanizmusnak, meg az egész induló felszabadulásnak gyarmatok által, az mind a 60-as években, 70-es években zajlott le egész Afrikába, és ő igenis egy ilyen spearhead figurája volt, mert egy hangot adott az embereknek, ahogy hogy harcoljanak a szabadságért, álljanak fel, tegyenek magukért, egy biztató hang volt. Ami szerintem segítette egyébként ezeket az uprisingot, ami az afrikai uprising volt a gyarmatok alól, kezdve Gánával 57-ben, és abszolút aktív része volt ennek, valószínűleg ezért is ölték meg. Igen? Azt mondják, hogy a CIA volt. Másik téma. Nem, ide még visszatérünk. Visszatérünk még a Conteókhoz, még visszatérünk. Csak azt akarod mondani, hogy a forradalmat segíti a dal? Igen. Bob Marley esetében szerintem végképp. Igen. Meg párhuzamosan Amerikában is volt ilyen jelenség. Hát nagyon sok szövege az emancipáció, az uprising, a felkelés, a szabadság, ezek mind kulcsszavak voltak szinte az összes számában. Elég erőteljesen. From reality I just came dream. That's why I'm staying with this rhythm. Take it easy. He's a skankin'. Lord, I take it easy. He's a skankin'. Take it easy. He's a skankin'. Amíg ment a zene, közben arra figyeltem, hogy mire figyelsz, de teljesen a zenébe voltál. Viszont volt egy olyan kérdés, hogy szerinted ezt a tempót itt értjük-e Európában, ugye valami az van? Igen, mert így főleg a Sun is Shining-nál gondoltam erre, hogy annyira, tudod, mikor minden nagyon mögé játszanak, és éppen azt hiszed, hogy megáll a zene, de aztán csak lerakja azt a kávát, így nem, annyira lassú, de közben meg nem lassú, nem tudom, hogy lehet-e így élvezni, úgyhogy nem, érted, nem, nincs 40 fok, és ülsz a füllet melegve, és a tengerszél így egy kicsit így megcsap, és kb. Annyi így átfordulsz a másik oldalra, ez mondjuk segít ezen a tempón az ilyen 40 fok tengerpart, hozzáteszem, de érteni? Élveztétek az előző oldalt? Igen. Úgy tűnik, igen, hogy értjük Európában. Értjük Európában, de kipróbálnak a 40 fokos verziót. Jó. Akár Gánában. Most, hogy így végighallgattad újra az A oldalt, így együtt volt valami, ami még megakadt benned? Hogy a basszus miatt jó az egész. Amit, hogy a bass guitar. Nem? A basszus témák viszik az egészet. Teljes mértékben. Meg jó, a lead guitar is egy-két nagyon jó helyen rakott, ping is nagyon jó, de a basszus az amiatt jó az egész. Meg a Bob Marley is jó. De majd, hogy a zenei része. Az a gondolkodom, hogy néhány dal kifejezetten nagyon, hát nagyon egyszerű szövege van, ahogy mondtad. Nagyon. Tehát ha olvassuk, akkor azt már túl van az egyszerűségen. Bizonyos helyzetekben. És különösképpen figyeltem a címadó dalra, ez a kaja. Ami mit jelent? Direkt megnéztem egyébként idefelé, mert én is így feltettem a kérdést, hogy így én mit tudok róla, és nagyon sok mindent jelent. Eredetileg egy zulu szó, Google-t okoljátok ezekre a dolgokat, jó? Egy zulu szó, ami otthont jelent. Jelent is követ, willow tree, az a willow, ami a Balatonnál is sok van, és lelóg a fűzfa. Otthon, boldogság, marihuana és megbocsátás. Ezeket találtam a Urban Dictionary fordítójára, a kaya nevű szóra. Szóval elég, got to have kaya now, tulajdonképpen mit mond? Legyen otthonunk, legyen békénk, legyen
füvünk, legyen... Fűszfánk. Igen, hát így ilyen füvünk, nyugodt hely, közös hely, béke. Na, elég sok mindent jelent. Úgyhogy mikor ismételi háromszor, lehet, hogy mind a háromszor valami teljesen másra gondolt közben. Rafinált. Igen. És annyi jelentése van, igen, hogy mindenki csak arra az egyre gondol. Ott az Urban Dictionary-ben találtál. Szóval, hogy annyira végtelen egyszerű, lecsupaszított szövege van itt, hogy már fájdalmas olvasva. De aztán most, hogy így elénekelte, így kifejezetten... Mély, nem? Igen. Már el kell, hogy ismerjem, hogy így van. Szóval, de tényleg. De nagyon, ennyit jelent az előadás. Igen, hát, persze. Igen, de ilyen szinten, már úgy értem, hogy hangszinten, vagy hangrendszer szinten nem. És most, mondjuk nem ez az első eset, de most különösképpen az, engem az lepett meg, hogy ez így sokkal, egyrészt áttetszőbb a zene, tehát valahogy ez nagyon jól van keverve. Csodálatosan szó, szerintem. Nagyon finom volt ebben a szempontból, fizikailag jól esik. Meg jó, nekem nagyon tetszik magának a zenei szerzemények. Mondom, a basszus az jó sok Bob Marley szám esetében az a lényeg, de itt is abszolút nekem így kihallatszik, és ő teljesen összefogja zeneileg az egészet, és viszi a prim. Nyilván a dobolás is elég mesteri, mert szerintem ilyen fajta dobolás nem tud sok mindenki a világba. Úgyhogy nem akad el közben, is alszik el, és hagyja abba a szám közben. Most azon gondolkodom, hogy ebben a szövegben, még a kajában azért tesz arról a szerző, hogy áthallásos legyen a fűvel, de ez most mindegy is, hanem van egy olyan rész, ami, hogy Feeling Irie. Aha, igen. A Irie Mafiának van ez köze? Hát annyiban, hogy az Irie szó az egy Jamaikából vett patois szó, ami a boldog, vidám, felemelt, kedélyű, magas... Nem magas. Hát betépett. Betépett, igen, így boldog. Felspannol. Ez egy patois szó, az Irie az a vidám, boldog. Are you Irie? Yeah, I'm Irie. Vagy Irie vagy nem Irie. Nem Irie. Szomorú. Olyan patois szó, mint a bomboklát? Igen, tulajdonképpen. Azt elmondod, micsoda? Nem. Az volt az első patois szó, amit megjegyeztünk, az a bombokat volt. Ismerős. Igen, az a higiéniai eszköz. Igen, popsi törlő mondjuk. Igen, helyszínű. Ha ezt is csak az A oldalt hallgatod, akkor föláll-e neked ebben bármiféle elképzelés az egész albumra vonatkozóan? Úgyhogy nem látom, hogy mi jön? Hát csak így, persze. Jó, úgyhogy látom, hogy mi jön, arra jutottam, hogy ezt az A oldalt ismerem, a B oldalt meg kevésbé. Igen? Igen. Nem tetszett a B oldal? Nem tudom. Így mondom, így ezt a lemezt nem hallgattam még, hogy így egybe. Komolyan? Uh-huh. Hú, hát akkor ez egy történelmi pillanat lesz, mert egybe akkor mindjárt megkogatjuk a... Direkt nem hallgattam meg a héten, mielőtt ide jöttem, hogy így nem tudom, hogy hagyjuk meg az élményt. Te mikor hallgatsz egyébként Bob Marley-t, azt megfigyelted? Hogy kell hozzá indok? Vagy állapot, vagy élethelyzet, vagy inspiráció, vagy bármi? Tulajdonképpen szinte bármikor hallgatok. Én ilyen vegyes playlisteket játszok. Van, amikor újdonságokat keresek, és van, amikor a sokszor hallgatott dolgok playlistemet rakom be, és abban van rengeteg Bob Marley, illetve hiszitek vagy nem, amikor a kislányomnak most már annyira nem igényli azt, hogy én altassam, mert az apjával szerelmes most, de altató. Ez mindig így lesz. Igen, de altató dalokat, Bob Marley-kat énekeltem neki. Three Little Birds, Redemption Song. És elaludt? Boney M-et is. De hogy ezek csodálatos altató dalok, nem azért, mert unalmas, hanem így egy szál énekben is olyan szépen tudnak adni. Nem inkább fölébresztők? Nem, attól függ. Érted, nincs ott egy zenekar mögöttem a hálószobában, hogy így felverjük a gyereket, és tudok halkan is énekelni. Boney M-et. Van. Igen, szóval csinálom. Rengetten. Van egy olyan megfontolás, vagy észrevétel ezzel a lemezzel kapcsolatban, mert ez a maga korában annyira nem jött be a rajongóknak. Mert hogy az előző lemez, az Exodus volt. Jó, az nagyon militant.
militant. Na, ők is ezt mondják. Igen. Neked se jött be 78-ba. Akkor semmi nem jött be. Amikor ez akkor közmegjelent. Szóval azt mondták, hogy pont ez a szó, ami gyakran előfordul, hogy nincs benne ez a militáns semmilyen szinten, se szövegben, se zenében, se az attitűdben. Viszont az az érdekes, hogy ezt a lemezt együtt vették fel azzal. Igen? Igen. 77 tavaszán. És ez a chill része tulajdonképpen a dolognak. Azt akartam kérdezni, de ha még nem hallgattad meg a B oldalt így egybe, akkor inkább majd a végén akartam csak megkérdezni, de most már belefutottam, úgyhogy megkérdezem, hogy számodra ez eddig mennyire egy emblematikus, nem is emblematikus, hanem jellemző Marley Sound? Igen, én ezeket mind ismertem egytől egyig, mindegyiknek tudtam végig a szövegét, a vokálokat. Igen, de mondtad, hogy nem mindent, de mondtad, hogy nem mindent kedveltél. Igen, de ezeket pont mind igen. Na. És nekem abszolút Bob Marley, és ez a Easy Skanking része, nem a Militant Exodus Buffalo Soldier-es, tényleg ilyen kemény militant. De azzal vagy kevésbé, vagy ebből? Mindegyik jó, szeretem, igen, jó, csak másképp kell, másképp hat. Minden kontextus kérdése, mikor hallgatod meg, kivel hallgatod meg, milyen hangulatban vagy, mikor meghallgatod, attól függ, de... Nem kevésbé jó ez, mint a Militant. Nem, csak azt akartam tudni, hogy nálad hol van a hangsúly, melyik ami közelebb áll. Nem, nincs ilyen. Nálad nincs hangsúly. Ez van Bob Marley, és van Easy okay. Skanking benne, yeah. Meg Exodus is benne, és nekem teljesen mindegy. Így teljesen. Make you want to move your dancing. Hallottam, hogy énekelsz, akkor most meg volt ez a kiváltságom. Tehát a Time Will Tell-ben nagyon benne voltál. Azt szerettem nagyon. Igen. Főleg abban a sorban, hogy... Bocsánat, csak annyira apró betűs. You think you're in heaven, but you're living in hell. Igen, ebben. Time alone will tell. Igen. Most, hogy hallgattam az utolsó három dal, az kifejezetten Istenre utalgató, azt kereső, azzal... Tehát mondjuk erősen spirituális dal a három. Ez így, hogy mondjam, fontos a Marley-ben nálad? Abszolút. Nem tudom, hogy az A oldalnál, B oldalnál valamiért eszembe jutott a Paulo Coelho, akire a férjem azt nem is mondom el, hogy mit mond inkább. Szegény Coelho. De hogy ilyen bölcsességek, mindegyik Bob Marley számba van valami fajta ilyen bölcsesség. Afrikaiak is nagyon szeretik, gánaiak is a bölcsességek. Mindent ilyen körbefont mondatokkal mondanak el, hogy ilyen élettel kapcsolatos dolgokat, és ő is nagyon szereti ezeket használni. Ezek ilyen kicsit ilyen misztikus, ilyen kérdőjel, pont a vége, hogy így elgondolkozzál, hogy pontosan mit is érthetett, vagy neked mit jelenthet az, amit ő mond. És ezek a misztikusságok, amit lehet nevezni, nem tudom, spiritualitásnak, vagy van ez a nyitott kérdések bedobásával, ebben ügyes volt a Bobby. A Crisis, a Running Away és a Time Will Tell nagyjából, most úgy láttam, hogy ez így kifejezetten egy ilyen záró gondolat. És azon gondolkodtam, igen, hogy főleg ennél a három dalnál egy utoljára, hogy ez nálam most miből jön ez az elengedés? Tehát ugye itt is énekli valahogy, hogyha... Tehát most úgy láttam, hogy úgy érzékelem, hogy ő igazából nem látja jónak a világot, épp azért próbál ebből relaxálni. Igen, van egy ilyen beletű, ha Running Away-t is nézed, én is olvastam a szöveget, hogy így pontosan mit is mond, hogy így ugye you're running, és a végén kiderül, hogy arról beszél, hogy egy nő mondta neki, hogy te menekülsz, te mindig menekülsz, és ő megmondja, hogy igazából nem menekülök, csak nekem jobb a háztetőn, mint egy confusional teli házba bent lakni, inkább a tetőn laknék, és nem futok el, hanem elmegyek. Szóval így vannak ilyen, és az is a Running Away, tudod, így először azt hiszed, hogy teljesen egy ilyen elszállt, elvont, most elmegyek mindentől, de igazából a végén beszól a csajnak, hogy
No, I'm not running away. I've got to protect my life. I don't want to live with no strife. Better to live on the housetop than to live in a house full of confusion. So I made my decision. I left you. Now I'm coming. Now you're coming to tell me that I'm running away, but it's not true. I'm not running away. Ez az utolsó pár sor. Amit eddig nem tűnt fel, hogy ezt mondtam. Hát figyelj, akkor neked is tudott valami ez a közös hallgatás. Egyébként példabeszédek könyvéből van ez a hasonlat. Hogy jobb a ház sarkán csücsülni, mint James asszonnyal egy házban élni. Figyú, igazából beszéljünk akkor a szeretet részéről, jó? Mert ha már itt az asszonyokat említetted, Léci. Nekem most... Ez csak itt kitűnt. Azt mondtad, hogy anyatejjel szívtad magadba a Bob Marley-t, de a zenéjét, de hogy a személy elkezdett később érdekelni? Igen. Igen. Tényleg így... Egy ilyen misztérium, hogy így hogy jött ez az ember egy icike-picike kis szigetről a világ másik végéről, és az egész világ megismerte tulajdonképpen. Még akik egyáltalán semmi más nem tudnak a reggae zenéről, azt tudják, hogy reggae, Bob Marley. Az valahogy így áthidalt mindenféle másságokat, és belekerült a köztudatba, és hozott magával egy olyan életérzést, amit megértettek a világon mindenhol. Ez nem tudom, hogy csak így nem csak hogy népszerűsítette a reggae zenét, de nem tudom megmagyarázni. Hát nézd meg a jellemét. Annyira belerakta saját magát a zenéjébe, teljesen feladva mindent maga körül, és csak azzal foglalkozott, mert volt egy, nem tudom, víziója, tényleg egy ilyen militant soldier volt a zenében, a népének, meg afrikaiaknak, meg egyáltalán. Egy ilyen... Nem tudom. Számomra tök fontos ember egyébként. De látom, egy vezéralkat. Abszolút. Hozta magával az egész ipart maga mögött tulajdonképpen. Amikor így valaki ennyire fontos lesz, akkor az életének bizonyos része is azzá válnak? A személyes története fontos lesz? Mindjárt megmondom, hogy kérdezem. Igen. Igen? Nekem most tűnt föl, hogy ugye neki volt, vagy 13 gyereke 10 anyától, ugye? Nagyjából jó, igen. Nézd rá, gyönyörű ember lett, jó. Oké. Okay. Rendben van. Tényleg. Nagyon jó csontozata van. Igen, most ami eddig nem tűnt föl, hogy ebből három gyerek, három anyától egy hónapon belül született. Azt nem tudtam. Yeah. 1972. Turné volt? Hát te mondd meg. Hát úgy megoldható. Különböző városok közé. Gyors jövés, menés. Igen, csak hát azt akartam kérdezni, amikor ő azt mondja neki, hogy love, akkor te mire gondolsz? Mert ugye ez viszont nála... Egy dolgot mondok, idefelé hallgattam a Damian Marley új lemezéről, bedobta a Spotify az egyik számát, aztán pont a Neopon Cross, és tessék, csinált, láttam egy másik fiát is, láttam a Kimani Marley-t énekelni, láttam a Stephen Marley-t énekelni, Damian Marley-t is itt, mikor a parkban volt. Azért jó, hogy megcsinálta ezeket a gyerekeket, akárhogy nézzük, mert ők is fantasztikusak, és teljesen másképp zenélnek, és például a Damian Marley-ba azt tetszik, hogy egyáltalán nem konformál apjának a zenei stílusához, egy totálisan új... ilyen, hogy mondjuk 2.1-es verziója Bob Marley-nak, de nagyon sok muzikális gyereket csinál, nem tudom, hogy a tizenvalahányból ki mit csinál, de azért, na, milyen lenne, ha ők nem lennének, az szomorú lenne. Szerintem nem állítottuk sehol, hogy rosszul jártunk ezzel a utódlással, utódkérdéssel, csak azt mondom, hogy... Mi az, hogy love? Isten tudja. És kb. Csak ő, és egyébként meg mindenkinek más jelent. Lényeg az, hogy ne öljél embereket, ne korlátozd a békéjüket, és ebbe belefér szex. Azt kérdezem, hogy nálad hogy kottázódott le az ő lavja? Hát valahogy én jó, nem követtem a példáját abból a szempontból, hogy most így... Na mindegy. Neki volt.
Tényleg a tolerancia emberekkel, a békesség, a jó szándékkal való találkozó, mikor találkozol valaki, hogy jó szándékkal érkezzél, de hogy ne szívd magadba a bullshitot, és ne is adjál bullshitot, hanem próbáljál ténylegesen valahol jó lenni, és szeretetből cselekedni. Ez szerintem az összes zenéjében ez az egyik fő motivum. És ez a love nála, ez szerintem egy teljesen bonyolult, katyvasz dolog, de a jó szándék vezéreli, hogy így békét adj és békét kapsz. Igazából csak oda akarok kibukkanni, de egyébként tök jót mondtad, hogy ne adjunk bullshitet és ne kapjunk bullshitet. Igen, ki lehet adni. Ez lesz a mai gondolat, amit itt elviszünk, jó? Ne adjunk bullshitet. Tovább, hogy igazából ez az egész love dolog nála egy belső küzdelemből jön. Most erről mennyire énekelt? Nem értem a kérdést. Tehát, hogy nem volt egy egyszerű srác. Nem voltak egyszerű lelki ügyei. Nem csak ez a gyerek kérdés, de ugye nála az volt, hogy hiszem 60 éves volt az apukája, meg 19 az anyukája. Tehát neki ez az egész szerelem párkapcsolat kérdés mind rendhagyó volt, tehát ilyen szokatlan módon, nem tudom, hogy Jamaikában mi évig, de gondolom ott se volt ez feltétlenül annyira, hogy mondjam, mindennapos. Ugye aztán új család, tehát egy ilyen sajátos tapasztalatokon ment keresztül végig az életében, amit azt gondolom, hogy nem volt egyszerű nem csak feldolgozni, hanem ez más lemezeknél, amiket ha igen, és másoknál, más típusú ügyekben ez elő szokott jönni dalokban, vagy meg szokott jelenni dalokban. Hát ugye az hallatszik, hogy teljesen szenvedélyes, és szenved nagyon sok dalába, és megéli azt, amiről beszél. Pontosan azért van három mondat, ami külön olvasva semmit nem mond, de ahogy elénekeli, érted, hogy így valahogy ez nagyon foglalkoztatja, és tényleg gondolkozik ezen, vagy hogy. Úgyhogy biztos egy nagyon komplex személyiség volt, aki tényleg ilyen abszolút hullám vasúton mehetett egyébként így a gondolatmenete, de született belőle annyi apróság, amiből mindenki tud a saját lelki világában egyszer legalább találni egy Bob Marley számot, ami tökéletesen megnyugtatja, hogy minden jó, vagy minden cool, vagy jó, hogy itt vagy, vagy valami pozitív hatással van rá. Úgyhogy nem azt mondom, hogy megérte az ő szenvedése, de mint minden művésznek valahol ez benne kell legyen a pakliba, nem? Hogy így a te leckédet odaadod másoknak, hogy ők könnyebben tudjanak áthidalni hasonlókat. Ez nem? Ez a sacrifice.